csapó, egy csapó, kettő csapó, három felvétel, indul bokafogó a történet. Tegnap voltam az RP-nál, és mutatok egy pár gyakorlatot, amit érdemes szemügyre venni mindenkinek, aki foglalkozik bokafogóval vagy slógással. Azt mondta, hogy ha az ember még nem gyakorolt, vagy folyamatos ülőmunkát végez, és fáradt, és stresszes állapotban van, meg egyebek, akkor előtte melegítsen be vállat, fejkörzés, jobbra-balra, fejbiccentés, jobbra-balra, igen, így. Viszont fejjel lefelé mindent a joga rendszer szerint kell csinálni, ami azt jelenti, mindent nagyon szépen lassan kell csinálni. Mert nem szabad semmit gyorsan csinálni. De hát ez mindenre így van, hogy semmit nem szabad gyorsan csinálni. Minden gyorsan kell megtanulni, és ennyi. Úgyhogy következő fejezet, szemüveg levesz. Fölhúz, beakaszt. Szép lassan lejön. Fejjel lefelé. Nyúlik a fölfelé. Nyúlik. Akkor fejbiccentés. Szép lassan. Föl le. Oldalra. Oldalra, jobbra, balra, biccentés így, aztán körzés, aztán körzés, körzés így, körzés úgy, aztán előrejövés, homorítás, előrejövés, homorítás, feljövés, le, feljövés, le, feljövés, le, homorítás, 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 igen. Elengedjük a bokát, elengedjük mindent, elengedjük a gondolatainkat, elengedjük mindent, lógunk lefelé a föld felé, nyúlunk a föld felé, hogy jó legyen, följövünk, lemegyünk, följövünk, bejövünk ide, megpróbáljuk kinyújtani a lábunkat, eljövünk, így is nyúlunk egy kicsit, így is, leérünk a földre, megköszönjük az égtejek szelé, a tegnap mutattam, namaste, namaste barátaim, hát ennyi volt.